A film valóságos helyszíneket és eseményeket mutat be. A biztosító berendezési diszpécseren kívül a szereplők nem azonosak az akkor szolgálatot ellátó személyekkel, nevük kitaláltak. A forgalom legkisebb zavartatása érdekében a járműveket bemutató jeleneteknél egyszerűsítések történtek. A filmben az 5503-as számú vonat a valóságtól eltérően nem hagyományos húzva közlekedő ingavonati szerelvényként, hanem flirt típusú motorvonatként jelenik meg. Az állomásról kihaladó, a nyílt vonalon egymás felé haladó vonatok a Baross Gábor Oktatási Központ mozdonyszimulátorában lettek rögzítve a valóságnak megfelelő, az erre a célra készített pályán. A film bemutatja, hogy milyen események sorozata vezetett ahhoz, hogy Aszód és Tura állomások között két személyszállító vonat azonos vágányon egymással szemben közlekedett 100 km per óra feletti sebességgel. Az 5516-os számú vonat Aszód állomásról állomás távolságú közlekedési rendben indult 17 óra 56 perckor, és Tura állomásra érkezett 18 óra 6 perckor, ahonnan rövid tartózkodás után tovább indult. Az IC 568-as számú vonat 18 óra 8 perckor érkezett Aszód állomásra, és várt az 5516-os számú vonat visszajelentésére. Eközben Tura állomásra 18 óra 12 perckor érkezett az 5503-as számú vonat, és 18 óra 17 perckor indult el Aszód állomás felé, a bal vágány helyett tévedésből a helytelen jobb vágányon. Ez alatt Aszód állomás az 5516-os számú vonat visszajelentésének vétele után 18 óra 16 perckor indította az IC 568-as számú vonatot Tura állomás felé, a helyes jobb vágányon. A két azonos vágányon közlekedő vonat a vonalirányító és a vonat személyzet közreműködésével egymástól 1630 méterre állt meg. Tura állomás a Budapest keleti 60 mezőzombor kétvágányú villamosított fővonal középállomása. Az állomás négy vonatfogadó fővágánnyal rendelkezik. Turán integra rendszerű, egyközpontos, elektrodinamikus biztosító berendezés van telepítve, melynek kezelő és visszajelentő készüléke a forgalmi irodában található. Aszód Tura állomások között jelfeladásra kiépített önműködő térközbiztosító berendezés üzemel, amely a két állomás között négy térközre van osztva. Tessék a vészbevigyelet! Jó napot kívánok, Kis Tibor szolgálattel vagyok Tura állomásról. Üdvözlöm, Bertha József vagyok a disztéser. Szeretném belenteni a 12-es váltó látszólagos foglaltságát. Vonat után maradt foglalt, vagy vonatmentes időben? Nem, ma váltó vonatmentes időben lett foglalt, és a hiba nem folyamatos. Hol elmúlik, hol visszajön. Tehát a hiba nem folyamatos, csak időszakosan villog. Azt mondja, hogy a 809-es kódon vettem a hibát. Jó, rendben, 809-es a kód. Rendben, köszönöm szépen, viszont hallásra. A forgalmi szolgálattevő által bejelentett hibát a biztosító berendezési diszpécser az erre a célra rendszeresített programban rögzíti. Beírja a bejelentő nevét, a hiba tényleges kezdetét, a bejelentő állomás nevét. A diszpécser a legördülő menüből kiválasztja az adott szolgálati helyet, majd a hozzá tartozó objektumok közül azt, amelyre a hiba bejelentés érkezett. Ezt követően a hiba jellegétől függően menüből kategorizálja a hibát. Végezetül a felvesz gombbal a bejegyzéseket jóvá hagyja, és a hiba bekerül az adatbázisba. A diszpécser értesítette a területileg illetékes biztosító berendezési műszerészt,
aki azonnal indult a bejelentő állomásra. Aszód, Tura állomás szomszédja, Budapest keleti pályaudvar felé. Aszódon szintén integra rendszerű, egyközpontos elektrodinamikus biztosító berendezés van telepítve. Tessék! Szervusz, nálad is minden térköz foglalt? Igen, nálam is minden térköz foglalt. Hók, nálam már áthaladt a 65-2-1-es számú vonat. Igen, nálam áthaladt a 65-3-2-es számú vonat, majd az 55-13-as lesz. Tőlem majd a 30-54-es lenne, eljött már Gödöllőről. Figyelj a két vonatra, majd visszatérünk még, én addig szólok a vízbevizsgálatnak. Jó, jó, rendben. Szervusz! Tessék a vízbevizsgálat! Kívánok, Kelemen János FSZ vagyok, Aszód állomásról. Köszönöm, Berca József vagyok a diszpécser. Szeretném bejelenteni, hogy Aszód és Turállamosok között mindkét vágányon a térközök látszalagos foglaltak. Turának is foglalt minden? Igen, ő is minden térköz foglaltnak lát. Jó, rendben van, akkor a 816-os kódon vettem. 816-os hibakód vettem, viszont hallásra. 16 óra 10 perckor Aszód és Tura állomásokon a térközszakaszok látszólagos foglaltságba kerültek, valamint Tura és 60 állomások között is jelentkeztek hasonló látszólagos térközfoglaltságok. A meghibásodást a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevője és a 12-es számú váltó hiba bejelentésére kiérkező műszerészek is tapasztalták Turán, a jelfogó helyiségben. Jó napot, 60 irány. Üdvözlöm, Berca József vagyok a disztéssel. Szia, én pedig Karusa Piroska vagyok. Az a helyzet, hogy Tura is Aszód között zárlat miatt az inverterek leálltak. Foglalt a vonal végig, és vörös sötétek a jelző. A műszerészek kim vannak, keresik a hibát, de még nem találták meg. Mikor tudjátok megoldani a problémát? Nem tudom megmondani, keresik a hibát, hogy egyelőre még ott tartunk, csak hogy keresik a hibát. Újraindították az inverter, de újraindítás után újra foglaltságok maradtak. Mit javasolsz? Vezessük be az állomás távolságot? Igen, vezessük be, mert a jelzők sötétek és a térközök foglaltak. Jó, rendben. Bevezetjük az állomás távolságot, szólok a forgalmi szolgálattevőknek. A forgalmi vonalirányító tájékoztatta a területi főüzemirányítót a kialakult helyzetről. Az Aszód Tura forgalmi szolgálattevőket keresem. Kis Tibor szolgálattal jelentkezem. Kelemen János Aszódról jelentkezem. Még mindig hamis foglaltak a térközök a két állomás között? Igen, még mindig hamis foglaltak a térközök. 55-15-ös vonat 16-34-kor 20-24-jel indult Tura állomásról. Vörös kijárat mellett vörös térközökre. Igen, nálam is foglaltak. Aszódról is a 30-54-es számú vonat kialakult 60 felé a vörös térközökbe. Rendben, akkor most 16 óra 42-től állomás távolságot vezetünk be Bence József diszpécserrel a két állomás között mindkét vágányra. Jó, értettem. 16:45-kor Tura Aszód állomások között állomás távolságú közlekedés. Rendben, Kis Tibor vette? Értettem. 16:42-től Tura Aszód között állomás távolságú. A forgalmi vonalirányító bizonyíthatóan értesítette a forgalmi szolgálattevőket a térközbiztosító berendezés használhatatlanságának bevezetéséről, akik ezt az értesítést külön sorban elő is jegyezték a fejrovatos előjegyzési naplóban, a vonalirányító pedig a munkagrafikonra. Az állomás távolságú közlekedés alatt több biztosító berendezési meghibásodás is jelentkezett Tura állomáson, továbbá a két szomszédos állomás közben. 16 óra 55 perctől 17 óra 5 percig az Aszódra visszajelentett AS530-as sorompó zavarjelzést mutatott. A Turára visszajelentett AS555-ös számú sorompó szintén zavart jelzett. 17 óra 33 perckor 60 irányában lévő AS597-es számú sorompó volt zavar állapotban,
amelyet a turai szolgálattevő 18 óra 5 perckor kikezelt. A 12-es számú váltó látszólagos foglaltsága kisebb időszakoktól eltekintve folyamatosan jelentkezett. Ezek a hibák nem befolyásolták a későbbi vonatveszélyeztetés előidézését, de nagymértékben rontották a forgalmi szolgálattevő koncentráló képességét. Az 55-16-os számú vonat 17 óra 56 perckor indult Aszód állomásról. A turai forgalmi szolgálattevő az 5-65-ös számú vonat kihaladása után a 12-es számú váltó látszólagos foglaltsága miatt az 55-16-os számú vonatot a bal átmenő fővágányra járatta be. Ebben a vágányútban a 2-es és 4-es számú váltók kitérő irányban álltak. Aszód, Tura között a térközszakaszok továbbra is vörösek voltak. Az 55-16-os számú vonat 18 óra 7 perckor érkezett, majd rövid tartózkodás után 18 óra 8 perckor továbbindult 60 állomás felé. Hadi, 55-16-os számú vonat 18 óra 7-kor érkezett Tura állomásra. 55-16-os számú vonat visszajelentését vettem, 18-11-re érkezett Aszódra az 56-5-ös számú vonat. Rendben, 565-ös vonat visszajelentését vettem. Várj egy kicsit. Hozzalmi jelenged! Hát komolyan mondom, már nem tudom, hogy én bolondok háza van. Na figyelj csak, azt mondja, itt vagyok, 55.03-as KB 18 óra 15-re mehet a Aszód állomásra. 55.03-as számú vonat Aszód állomásra jöhet. Innen mehet-e KB 18-14-kor az 56.8-as számú vonat Tura állomásra? Igen, 568-as számú vonat jöhet Tura állomásra. Az 55.03-as számú vonat részére kapott engedély után a forgalmi szolgálattevő a kiállított írásbeli rendelkezéssel a behaladó vonathoz sietett, anélkül, hogy a biztosító berendezést kezelte volna. A kezelés elmaradása miatt a 2-es és 4-es számú váltók kitérő irányban maradtak. Akkor az 55.03-as vonat személyzete részére azt mondja, a Tura-Aszód között állomástávolsága, térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatt az E1-es, vagy az E1-es szerint kapcsolt ki az LTCS, EEVB-t, a fehér ábrócú térközjelzőket hagy figyelme, kivel a vezető egyvizsgáló meg felszállózat figyelő szolgálatra. Jó, rendben, akkor te is hallottad, felszállsz figyelő szolgálatot ellátni, de csak Tura és Aszód között. A térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén a vezető jegyvizsgálónak a vezetőálláson kell figyelőszolgálatot ellátnia, mert a mozdonyvezetőnek ki kell kapcsolnia a vonat befolyásoló berendezéssel együtt az éberségi berendezést is. A figyelőszolgálat ellátása előtt a mozdonyvezetőnek ki kell oktatnia a vezető jegyvizsgálót a vonat megállításáról. A valóságban az 55.03-as vonat esetén ez az oktatás és ennek dokumentálása elmaradt. Az IC 568-as számú vonat 18 óra 16 perckor indult Aszód állomásról. A kijárati jelzőn egy zöld fény volt. Amikor a vonat részére Aszód állomáson kézbesítették az írásbeli rendelkezést, akkor még a kijárati jelzőt nem lehetett kezelni, ezért a megállj jelzést adó főjelző melletti közlekedésről is értesítették a vonat személyzetet. Az írásbeli rendelkezés kézbesítése után, de még a vonat felhatalmazása előtt, a 60-i szakasz műszerészei újraindították az inverter Turán, ezáltal a térközfoglaltságok megszűntek a két állomás között. Így fordulhatott elő, hogy a kijárati jelzőn megjelent a zöld fény. Az IC 568-as számú vonat indulásával egy időben Tura állomáson a forgalmi szolgálattevő felhatalmazta az 55.03-as számú vonatot, miután értesítette a megállt jelzést adó kijárati jelző melletti közlekedésről
és a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról. Az 5503-as vonat merre van? Mert az 568-as szám vonat 18-16-kor elindult a szódállomásról. Megszűnt a 12-es vágó foglaltsága? Az 5503-as. Úristen! Menj már föl! Tessék, 60 irány. Aszód vagyok, vagy tura vagyok. Az 5503-as, az IC 568-assal a szembe közlekedik a jobb vágány. Sebes meg kéne állítani. Jézusom! 5503-as számú vonat jelentkez. 5503-as számú vonat, ha hallasz, azonnal állj meg. Nem jelentkezik, az Isten. IC 568-as számú vonat, te hallasz? IC 568-as mozdulata jelentkezik. Az IC 568-as számú vonat, azonnal álljon meg. Számú vonat a keresővonal irányító. 5503-as számú vonatot keresővonal irányító. Az 5503-as számú vonat mozdonyvezetője sem a kiindulási állomáson, sem 60-ban, ahol csatornát kellett volna váltania, nem próbálta ki a mozdonyrádiót, ezért nem hallhatta a vonalirányító azonnali megállásra vonatkozó utasítását. A mozdonyvezető a kihaladás után megkérdezte a vezető jegyvizsgálót, hogy a vonat értesítve lette a helytelen vágányon való közlekedésről. Mire a vezető jegyvizsgáló válaszolhatott volna, észrevették, hogy velük szemben egy vonat fényszórója villog. Ezután a mozdonyvezető fékezett és megállt. A két vonat megállása utáni egymástól való távolsága 1630 méter volt. Az események időrendben történő bemutatása után a film további része megpróbál választ adni a feltárt hiányosságokra, valamint kiemelni azokat a fontos intézkedéseket, amelyek a tragédia elkerülésére irányultak. Hogyan történt a térközfoglaltsági hiba bejelentése és előjegyzése? A térközfoglaltságok hibáit Aszód állomás forgalmi szolgálattevője jelentette a biztosító berendezési ügyeletnek, amit elő is jegyzett a hiba előjegyzési könyvben. Tura állomás hiba előjegyzési könyvében nem szerepelt a hiba előjegyzése, valamint érdekes módon 15 óra 19 perc, és 17 óra 33 perc között nem történt semmilyen bejegyzés. Rendelkezett-e a biztosító berendezési diszpécser a térközbiztosító berendezés használhatatlanságának bevezetésekor a vonali sorompuk kézi lecsukásának szükségtelenségéről? A biztosító berendezési diszpécser nem értesítette egyik állomás forgalmi szolgálattevőjét sem a vonali sorompók kézi lecsukásának szükségtelenségéről. Ennek ellenére az Aszódra visszajelentett AS530-as számú, valamint a Turára visszajelentett AS555-ös számú sorompók a térközbiztosító berendezés használhatatlanságának idején a vonatok indítása előtt egyszer sem lettek kézzel lecsukva. Milyen intézkedéseket tett a biztosító berendezési diszpécser a biztosító berendezési meghibásodás kijavítására? A diszpécser a térközfoglaltságok bejelentésének vétele után a Turán lévő szakaszt utasította a hiba megkeresésére.
1. A térközszekrénybe bekúszott sikló zárlatot okozott, emiatt leálltak a térköztápláló inverterek. Miután a műszerészek az aszódon lévő invertert rendben találták, tájékoztatta a diszpécser őket, hogy az 526/529-es számú térközjelzők sötétek. Ennek oka a térközszekrényben lévő üvegbiztosíték kiolvadása volt. Hogyan és milyen módon lettek kiállítva és kézbesítve az írásbeli rendelkezések? Aszód állomáson a vonatok részére kézzel kiállított írásbeli rendelkezések megegyeznek az F2-es számú forgalmi utasítás függelékében található szövegmintával. Tura állomáson fedvényt használtak, amelynek tartalma nem egyezett meg a szövegmintával. Felmerül a kérdés, hogy ezt a fedvényt az ellenőrzésre kötelezettek, miért hagyták szó nélkül. Tura állomáson az írásbeli rendelkezés kézbesítése az előírásoknak megfelelően történt. Kézbesítéskor a rendelkezés tartalma szóban is közölve lett mindkét fél részére. Hogyan történt az 5503-as számú vonat részére a kijárati vágányút beállítása és annak ellenőrzése? A térközfoglaltságok miatt Tura állomáson az 5503-as számú vonat részére a kijárati vágányút nem záródott volna le, a kijárati jelzőn nem jelent volna meg továbbhaladást engedélyező jelzés, ezért a forgalmi szolgálattevő nem is kezelte a biztosítóberendezést, és nem is tartotta meg a váltóellenőrzést sem a kijárati vágányút tekintetében. A kezelési szabályzat szerint, ha a váltókat nem lehet vágányutasan állítani, és emiatt a váltót egyénileg állítják, akkor az állítás után a váltóhoz tartozó állítóbiztosítékot ki kell venni. 16 óra 20 perctől az Aszód felé kihaladó vonatok lezáratlan vágányúton közlekedtek. Ez rendkívül szabálytalan volt, és majdnem végzetes hibának bizonyult. A turai forgalmi szolgálattevő a hiba előjegyzési könyvbe szinte semmit sem jegyzett elő, holott a meghallgatási jegyzőkönyvek alapján ezen a vonalszakaszon elég gyakori a használhatatlan kijárati jelző mellett való közlekedés. Elgondolkodtató továbbá az is, hogy az ellenőrzések sem tárták fel ennek hiányosságát. Milyen módon történt az IC 568-as számú vonat felhatalmazása Aszód állomáson? Aszód állomáson az IC 568-as számú vonat részére kiállított írásbeli rendelkezés a nem kezelhető kijárati jelzőről és a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról szólt. Miután a műszerészek az invertereket újraindították, és Aszódon a berendezés kezelve lett, megjelent a kijárati jelzőn a zöld fény. Sem az állomási személyzet, sem a vonat személyzet nem kifogásolta azt, hogy a kijárati jelzőn lévő jelzési kép és az írásbeli rendelkezés tartalma nem egyezett meg. A legfurcsább az, hogy a balesetvizsgáló bizottság sem rótta fel egyik munkavállaló felé sem azt, hogy az írásbeli rendelkezést csak egy újabb írásbeli rendelkezéssel lehet visszavonni. Hogyan történt az 5503-as számú vonat felhatalmazása Tura állomáson? A turai forgalmi szolgálattevő, miután előírásszerűen kézbesítette az írásbeli rendelkezést, azonnal felhatalmazta a vonatot indulásra, nem hagyva időt, hogy a vezető jegyvizsgáló a vonat megállítására ki legyen oktatva. A mozdonyvezető és a vezető jegyvizsgáló az oktatás elmaradását nem tette szóvá. Hogyan haladt ki az 5503-as számú vonat Tura állomásról? Az 5503-as számú vonat közel 10 perces késéssel indult Tura állomásról. Mivel a vonat befolyásoló berendezést a mozdonyvezető előírásszerűen kiiktatta, a megállj állású kijárati jelzőt tetszőleges sebességgel haladhatta meg. A szabályok szerint legfeljebb csak 15 km/h sebességgel szabadott volna meghaladni a kijárati jelzőt, de a mozdonyvezető 55-60 km/h sebességgel haladt annak tudatában, hogy a kihaladás iránya egyenes lesz. Mi történt a helytelen vágányra történő kihaladást követően? Amikor a mozdonyvezető észlelte, hogy a helytelen vágányra haladt ki,
lassított 40 km/h sebességre, de nem kifogásolta a kihaladás szabályszerűségét. Tura és aszódállomás között a látási viszonyok jók voltak. Milyen intézkedést tett a forgalmi vonalirányító a vonatok megállítása érdekében? A forgalmi vonalirányító a mozdonyrádión azonnal kereste az 5503-as számú vonat mozdonyvezetőjét, miután nem sikerült elérnie, az IC568-as számú vonat mozdonyvezetőjét hívta, akit azonnali megállásra utasított. Az azonnali megállításon kívül viszont tájékoztatnia kellett volna annak okáról is. Jelen helyzetben a forgalmi vonalirányítónak utasítania kellett volna az IC568-as számú vonat személyzetét a visszatolásra, mivel az 5503-as számú vonatot nem sikerült megállítania a nyílt pályán. Mit tett az IC568-as számú vonat személyzete a megállításra vonatkozó utasítást követően? Az IC568-as számú vonat mozdonyvezetője azonnal gyorsfékezett és megállt. A forgalmi vonalirányító ilyetnek tűnő hangjából azt a következtetést vonta le, hogy nagy baj lehet, és lehetséges, hogy vissza kell majd tolnia Aszódra. Ekkor látta meg, hogy az ívből egy mozdony fényei tűntek fel. A mozdonyvezető azonnal utasította a vezető jegyvizsgálót, hogy menjen a szemből közeledő fonat felé, és intse le. Ezután a fénykürtökkel villogtatni kezdett a másik vonat felé. A nyílt pályán lévő haladási és ív viszonyokat figyelembe véve, a két vonat személyzete megközelítőleg 2000 méter távolságból észlelhette egymást. A 100 km/h körüli sebesség miatt az összeütközésig körülbelül 35 másodperc volt hátra. A tragédiát semmilyen berendezés sem akadályozhatta volna meg, hiszen a vonat befolyásoló és az éberségi berendezés mindkét vonaton ki volt kapcsolva.